Bernie Roland vezetőedzővel beszélgetünk, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy valószínűleg nem így szándékoztad, hogy indul ez a mérkőzés, elég nyögvenyelős volt, sokáig egy-két gól vagy döntetlen állás volt, aztán a 15. percben volt, amikor először vezettünk 2-3 góllal. Nem erre számítottam, ugyan benne volt a pakliba sajnos, mert most már 2 hete igazából az orvos rakja össze az edzésemet is. Erre elkapott bennünket ez a vírusos megbetegedés, és szinte végigment az egész csapaton, és a héten is több lázas beteggel kellett most is a mérkőzést lejátszani. Pontosabban hát remélem, hogy láztalanok voltak, legalábbis azt mondták a lányok. Így van, nehéz volt, közrejátszott a múlt heti sajnálatos fiaskó. Ez is szerintem nyomott bennünket, de aztán ahogy láttad is, mégis visszataláltunk, hogy beletaláltunk a mérkőzésbe, és onnantól kezdve azért működtek a dolgaink. Sok volt ugyan a technikai hibánk, de úgy gondolom, hogy végig kezünkbe tartottuk a mérkőzést, és így sikerült nyernünk. Amikor 26-17 volt, akkor volt a legnagyobb különbség, 9 gól, akkor az ember azt hitte, na mindjárt jön a 10., a 11., mármint a különbség. Aztán nem így lett, tehát a végén se adta fel a Dunaújváros, sőt, tehát valamikor le is hozta a kapusát, tehát még kockáztatott is. Így van, ők játszották a saját játékaikat, azt gondolom, hogy ezek a fiatalok nagyon ügyesek, és van bennük potenciál, és bárkire komoly veszélyt jelenthetnek. De jól menedzsel. Én azt gondolom, hogy amúgy a nagy különbség tudatában is azért megpróbáltunk feszesek maradni, vagy én felhívtam a figyelmet a lányokra, hogy nem szabad kiengedni, mert azért nem volt ez olyan könnyű mérkőzés. Tudtam egy-két frissítést bedobni a pályára, és ez azért stabilizálta utána újra a meccset. Ami meg el kell, hogy mondjam, hogy a kapuscsere nagyon-nagyon jót tett a csapatnak, és Tömő Szandra szenzációsan védett, és nagyon komoly tartást adott a társaságnak. Szendrei Barbarával beszélgetünk, 6 gólt szereztél. Milyen volt ez a mérkőzés belülről? Elég küzdelmesnek tűnt. Hát igen, eléggé futós volt, el is fáradtunk rendesen, de hál' Istennek a végére jobban bírtuk, mint az ellenfél, és ennek köszönhetően sikerült is nyernünk. Mit érez az ember, amikor kiadja egy 7 méteres, mert veled ez előfordult most? Hát igen, sajnos. Rossz érzés, de ott vannak a társaim, biztatnak tovább. Ha nekem nem jön össze, akkor majd a másik, a harmadik, negyedik bevállalja. Pontos volt ez a mérkőzés, nagyon hiszen múlt héten kikaptatok Győrben, tehát muszáj volt javítani. Ez így van. Ugye fel szeretnénk jutni az első osztályban. Ez a 2 pont most nekünk nagyon kellett. Tömő Alexandrával beszélgetünk, a 24. percben kaptál lehetőséget először Bölni Rolandtól, és végigéltél a bizalommal, nagyon jó vétel, és hozzájárultál a győzelemhez. Milyen volt ez a mérkőzés belülről? Hát igen, köszönöm szépen. Örülök neki, hogy jól tudtam teljesíteni, és hozzátenni a csapat teljesítményéhez. Szerintem egy jó hangulatú mérkőzés volt. Elég nyögvenyelősen indult, aztán sikerült 5-6 góllal is elhúzni, és a vége 7 gól lett a különbség. Igen, az eleje tényleg nehezen indult, de aztán összeszedtük magunkat, szerintem mindenki. Kitartod a formát jövő hétre, és ugye jövő héten a Csurgó következik? Igen, nagyon remélem, hogy ugyanígy fog menni jövő héten is. Molnár Miklós alpolgármester úrral beszélgetünk. Alpolgármester úr nem egyszer, sem kétszer, hanem szinte minden alkalommal itt van jelen az egyetemi sportcsarnokban, amikor a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia a soros NB1-s mérkőzését játsza. Miért van ez így? Hát általában kijárok a sporteseményekre, és az utóbbi időben a kézilabda is olyan szintre fejlődött, ami már azt gondolom, hogy nem csak számomra, hanem minden szombathelyi lakos számára élvezhető szinten folyik. Szurkolunk a lányoknak, legyen az bármilyen csapat Szombathelyen, aki azért játszik, hogy az élvonalba szerepeljen. És ha már élvezhető játék, akkor mondjuk el, hogy egy hatalmas nagy rangadó volt, nem is a régen Szombathelyen a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia és a Haladás VS Sport Kft. Között. Megtelt a sportcsarnok, több mint 500-an voltak, és fantasztikus volt a hangulat. Hát ez már a régi Falkó Körmend kosárlabda meccsek hangulatát idézte, ami itt volt. Nyilván itt még a szurkolótábor alapvetően csak egyik oldalról volt nagyon erős, de én bízom abban, hogy olyan fejlődés előtt állunk, ahol azok a rangadók még létrejöhetnek majd a következő időszakban. És hát kikényszeríti azt a helyzetet, mint amit a Falkó Körmend rangadók is kikényszerítettek, hogy mindenkinek méltó otthona legyen. És 2 csapat van Szombathelyen, de vajon lesz-e egy szombathelyi csapat, amely az NB1-be is folytathatja?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván két csapat nem fog NBA-ben játszani, soha, az teljesen biztos. Reményeink szerint egy csapat lesz. Nagyon nagy felelősség van azokon, akik a különböző sportágokban, a különböző szakágokat viszik azért, hogy az erők azok ne szétaprózódjanak, hanem egy irányba menjenek. Én ebben sok sikert kívánok mindenkinek, hogy ezt a kérdést úgy tudják kezelni, hogy mind a kézilabda, mind a város, mind a játékosok, mind a szurkolók javát szolgálja.